Kovács László. Húsvét 2023-ban. Csütörtökön reggel kakas szóra ébredek. Ezért el is megyek az olajfák hegyére. Ott vár az én Istenem, hogy Júdásom átölelje. Gondolatban éppen ott lépkedek, a Getsemáné kertben, és azt érzem, hogy talán még ma is megfeszítenénk az egyszerűt, a jót, az igazat. Még sincs harag benne, hanem emlékeztet a szeretetre, ahogy ígérte. Nagypénteken egy asszony a lábát csókolgatja, akinek sebeit begyógyítja, mert stációk az élet, de keresztfán a lélek. Megtisztul és hitet talál. Felénk fordítja arcát. Ma elbukott a halál. És a megfeszített örökké velünk lesz már. Ne sírjatok. Elmúlt a passzió. És ne féljetek, mert amíg a sírban pihen, a hátrahagyott szeretet a világnak elég lesz. A feltámadott Jézus szívében van a neved. Áldott húsvéti ünnepeket, és örök üdvösséget kívánok neked. A piros tojás, a locsolkodás nálunk már hagyomány. Egy tapsifüles múzsján a kút mellett áll. Virágozzék minden lány, kezdődhet a locsolkodás. Szalad az idő, szalad a nyúl. 2023 van már, amikor ha szíveddel látsz, otthonod lesz a világ. Narrátor.